És akkor jöjjön Bocskor Gábor, a Magyar Rádiózás fene gyereke, hogy úgy mondjam, ugye mindenki, hogy legalábbis nekem úgy él a fejemben, egyrészt maga ez a haj, ami megvan rajta, ez a kakas haj, kakas taréj, másrészt pedig ez a Börzse is kicsit rossz fiú, de olyan félig rossz fiú, tehát nem olyan igazi rossz fiú, csak olyan félig rossz fiú. Na nézzük meg a képletét, mert hiszen ő is kakas, mint ahogy említettem. És ugye tegnap láthattuk Harry Styles-nak az elemzését, na most van köztük, van bennük hasonlóság, hiszen ő is invíz kakas, mármint hogy Bocskor Gábor, viszont neki mindez a napjában van. Tehát ez a kis kakas, ez igazándiból rejtettebben van számunkra, nem annyira látható esetleg, mint a személyiségének a többi része, viszont mivel már elért abba a korba, hogy ez annál jobban látható, tehát hogy, mert a kínai asztrológiában az oszlopok azt is jelzik, hogy éppen melyik időszakában vagy az életednek, és abban az időszakban melyik az az elem, melyik az az állatjegy, ami erősebb lesz, ezért nem lehet mondjuk azt mondani, hogy valaki csak az év állata, tehát hogy mondjuk valaki csak sárkány, vagy csak ló, vagy csak kakas. Mert nem az lesz, mert például Bocskor Gábor már elérkezett a harmadik oszlopához, és ott van bizonyai invíz kakas. Tehát benne is benne van a művésziesség, benne is benne van az, hogy meg akarja mutatni magát, benne is benne van az, hogy ugye mindenképpen ki akar tűnni a tömegből, nem hogy ahogy így elveszem valahol a süllyesztőben, vagy pedig a névtelenségben, vagy abban, hogy nem ismerik meg. A jénvíz miatt ugye ott van a művészieség, és ha jól tudom, akkor ő szeret zenélni egyébként, tehát hogy benne van ez a zenész alkat is. Egyébként a képletében még van egy jéntűznyúl, ez van a hónapjánál, és egy jangfa sárkány az événél. Na most ezzel a jangfa sárkánnyal kapjuk meg ezt a nagyon erős személyiséget. Tehát azért ő is olyan, klasszikusan olyan személyiség, hogy vagy szeretjük, vagy nem szeretjük, de úgy mindenkinek van egy véleménye róla. Tehát nem egy ilyen, nem egy olyan ember, aki mellett így elmész, vagy hogy nem ismered föl, vagy nem tudod, hogy kicsoda, vagy ha hallod beszélni, akkor úgy is lesz véleményed róla. Na ez a jangfa sárkány. A sárkánynak van egy ilyen nagyon erős kisugárzása, van egy ilyen nagyon erős érzésed a sárkányokkal kapcsolatban, hogyha velük találkozol. Aztán a jintűznyúl, az pedig meglepő módon a kedvességet adja hozzá, amit igazándiból nem nagyon lehet látni nála, hiszen hogyha meghallgatjuk egy-egy műsorát, akkor nem biztos, hogy a kedvesség az első, ami eszünkbe jut róla. Viszont mindenképpen azért, ő például nem olyan keményen dolgozó, mint Harry Styles, tehát Harry Styles-ban sokkal nagyobb a szorgalom, és sokkal nagyobb a kitartás. Bocskor Gábor is szeret dolgozni, tehát nem azt mondom, hogy lusta, egyáltalán nem, csak hogy ő azért jobban szereti élvezni az életet. Benne van az, hogy kicsit olyan nagy kanálla lenni az életet, többet élvezni az életnek az apró örömeit akár, meg akár a nagyobb örömeit, de hogy az érzésekre jobban rámenjen, és talán ezeket jobban meg is mutatja, mint Harry Styles, ő sokkal jobban eltakarja. Úgyhogy Bocskor Gábornak is, hogy úgy mondjam, érdekes rétegei vannak, de abszolút látszik rajta a kiskakas, már csak a megjelenésén is, hogyha megnézitek, és mindenképpen egy nagyon-nagyon érdekes személyiség, és nem egy átlagos ember. Az biztos, emiatt is tűnik ki a tömegből, és emiatt is mindig benne marad a kitüntetettek táborában.